Örömújongás közben vették át a díjakat a nyertesek a dobogón Gálos Jánosnétól, a szervező Újhelyi Iskola intézmény vezetőjétől. 1 kilométer futottunk. A végére úgy éreztem, hogy kicsit nehéz volt a testem. A menzei futóversenyeket a Zsilipnél rendezik meg, azaz a Lajta töltésén. Itt teljesítik a távot a fiúk és a lányok korcsoport szerinti bontásban. Sokat edzettem az atlétika edzésen és a tesi órákon. Atlétika klubba járok. Látható, szükség van az atlétika klubra. De nem csak azok vettek részt a versenyen, akik szervezett keretben is sportolnak. Úgy érezzük, hogy mivel ez már hagyományokra visszanyúló verseny, hogy nagyon fontos az ilyen hagyományokhoz ragaszkodni, és a gyerekeket kihozni a természetbe, megmozgatni. Mezei futóversenyünk elérte célját, több mint 10 iskolából jöttek, és 200 fölötti versenyzővel tudunk büszkélkedni, ami szerintem városi szinten és járási szinten is nagyon kiemelkedő. Az idő is kedvezett a szervezőknek, futóknak, hiszen napsütésben vághattak neki a futásnak.